Decemberben már beharangoztuk, Bartalos Jenő dalszerző, szövegíró és Vékony Zoli zeneszerző producer alkotta Van ilyen formáció, Visszahívtalak volna című csajos felvételét. Örömmel jelenthetem a Kollányi Zsuzsi énekével és Dérheni rebbetétével rögzített műhöz, időközben a videóklip is elkészült, de hogy miért tartott több évig a munkafolyamat és hogyan passzolt át egy mára már 53 milliós megtekintésű dalt kolléganőjének, Dérheni, arról a két gyermekes énekesnő, no meg a szerző Bartalos Jenő mesélt nekünk. Elefánt, bebeszélek, beleránt, de nem nagy a baj, pedig egyszerű képlet, a zászló is neked áll, a csendet megkeresni, ha túl sok a zaj. Van egy ilyen formációnk a Vékony Zoli barátommal, Van ilyen néven futunk, ez a Hajnali Egy, és mindig megkérdezik, hogy miért lettünk Van ilyen, és el szoktuk mondani, hogy azért, mert a Tú éjjem az foglalt volt, de nem igaz, hát ez a Hajnali Egy óra. Nekem annyira azt adja, hogy ti vagytok az első. Igen. Helyen. Igen, hát az első óra, tudod, mint amikor az utolsó óra már vége van valaminek, és akkor az a nap, amikor kezdődik, a nulladik órában, első órában. Na ezért jó ez a szakma egyébként, mert mindenbe bele lehet mindent magyarázni, úgy a dalszövegekbe, mindenki magára tudja formálni, mint hogy formáció neveket is. Én így fordítottam le, úgy, hogy mi dolgozunk együtt. Tudod, én visszahívtalak volna, csak épp foglalt volt a szám. Én elmeséltelek volna, csak már nem figyelt rám anyám. Én verseket szoktam írni, csak most betelt a füzetem. Én azt nem fogom már kibírni, nagyon sokat jelentesz nekem. Hogy a francba tudunk így együtt dolgozni, amikor mindenki káoszban van? Úgy, hogy a közös nyelvünk a zene. Ő hoz egy nagyon jó alapot, egy nagyon jó ötletkezdemény, és akkor arra én reagálok, és a mi közös nyelvünk, ott nem kell variálni, ott nem beszélünk a családról, mert akkor tényleg fejetlenség lesz, és akkor így elkezd gördülni minden, és megszületett a dalnak a demója, és utána így mondtuk, hogy akkor majd oké, találkozunk, dolgozzunk tovább, csináljuk, és közben nem beterjedt, de be volt tervezve, csak nem gondoltam, hogy tényleg éveket fogunk várni. Közben nálam jött egy első baba, akkor vártunk még egy kicsit, jó, akkor most már várjunk egy kicsit, hogy újra összeszedjem magam. Akkor egyszer csak hopp, jött egy második baba. Úgyhogy most már mondtam, hogy ne toljuk tovább nagyon, mert... Jön a harmadik baba. Jönni fog a harmadik, igen. De örülünk, hogy végre itt vagyunk. Kicsit többen lettünk a dal végére, mint ahogy elkezdtük. Én visszahívtalak volna. Teljesen természetesen tudunk együtt dolgozni, tehát hogy így gondolkodás nélkül csak úgy megy magától, és azok a jó dolgok, amik természetesen maguktól kigurulnak. Hoztunk egy olyan dalt, amiben Kollányi Zsuzsi Hennivel együtt duettben énekel, és ugye Van ilyen adja hátulról a zenét. Végre együtt dolgoztunk, Zsuzsival is, és Jenővel is már nagyon-nagyon régóta terveztük a közös munkát, valahogy mindig így elkerültük egymást, illetve mindig olyan mondat és dal ötletek kerültek hozzám, ami vagy nem érintett meg annyira, és végül a Zsuzsi sláger csinált belőle, elmondhatom? Elmondhatod, volt. Hogy melyik volt az adal, ami most már 53 milliós, és először nálam landolt? Mondjuk meg, melyik az a dal, ismerni fogják. Hát mondd, ez a valahonnan, igen. Tehát, hogy Hennivel is... Műhelytitok. Ez egy műhelytitok, így van. Hát annak idején, jó néhány évvel ezelőtt volt ez már, szerintem, hogy 67 évvel ezelőtt, kerestük a dalnak az útját, mikéntjét, helyét a nagyvilágban, és végül akkor valahogy úgy hozta a sors, nem is tudom, hogy miért egyébként. Nem éreztem közel magamhoz, mint hogy most sem, tehát hangilag, egy ilyen erőszakosabb típus vagyok, és Zsuzsinál szerintem tökéletes helyet talált, de azóta szívja a Lotfi Begi a véremet, hogy pedig akkor, ha igent mondok, akkor most 53 milliós nótán van. Hát ez van. Igen. A sors akarta így. Na de most. Na de most. Most nagyon tetszik ez az új dal.
És Zsuzsi is benne van, és én is. És képzeld el, arról szól, hogy visszahívtalak volna. Ez a címe. Jenő írta a refrénhez a szöveget, én pedig hozzátettem egy rappet, egy rap részt. Kettő részt is, kettő. Igen. Kettő lett maradhat. És aztán alig-alig énekeltem benne, és nagyon-nagyon élvezem. Nagyon jó a kettőnk energiája Zsuzsival. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fogunk majd klapolni, úgyhogy nagyon örülök neki, és bízom benne, hogy a közönségnél is jó energiákkal fog majd bírni. Nehéz a téma, mikor az ember áll is belül néha érzi, hogy a lelke mélyén nem lehet proféta. De mégis vállalni kell, ha sokszor vagy béna, állj fel, és majd ettől leszel másnak legjobb példa. Ebben a bénaságban a legszebb néha, mikor megtalálja jobb kéz a balt és fordítva. Jó néhány évvel ezelőtt kezdtük el egyébként. Szerintem még nálad a gyerkőcök előtt volt az, amikor stúdióba mentünk a 13. kerületben, a Matyinál vettük föl, és akkor még keresgélte a dal saját magát, még teljesen más volt a hangszerelése is, teljesen más volt minden, de akkor Henny olyan zseniálisan megfogta a rap részt, és olyan nagyon jó tartalmat, hozzáadott értéket hozott bele, hogy egyből a helyére kattant a történet. Ugye akkor nekem már megvolt a refrén rész, és tudtuk, hogy oda rappet szeretnénk mögé, és tudtuk, hogy Hennyvel, tehát hogy ilyen nagyon, és azt mondtam az elején, hogy ami természetesen saját magától kigurul, és nem kell küzdeni, és nem kell harcolni, és nem kell erőködni, hanem egyszerűen csak jön, azokból lesznek a jó dalok. Sose voltál alfahím, csak béta. De mégis kellettél az ismerős séma. Sose vettél virágot, csak néha. Kidobott pénz, mondtad, jobban esett volna a séta. Sose tudtál csókolni, ez néha. Tudod, a csókon kívül más sem felett meg a célra. 2024 szerintem most az én évem lesz. És még sok másé, de úgy tervezem, hogy abszolút visszatérek. Mind a televíziós műsorokba, mert ott is nagyon nagy szünetet hagytam, és nagyon jól esett egyébként ez a szünet, mind zenei téren. Hát most nyilván elsőként most azonnal debütálunk a Visszahívtalak volnával, nagyon bízom benne, hogy ennek lesz egy hosszú kifutása, jönnek a koncertek, lesz turné is természetesen, és hát igen, nagyon-nagyon élem azt, hogy egy picit dolgozhatok is, mert bármennyire furcsa, természetesen a család az első, de az igazi egyensúlyt szerintem egy olyan embernek, aki ennyire szereti a munkáját, mint én is, Jenő is, vagy bárki ilyen nevében beszélhetek, annak a legnagyobb egyensúlyt az adja meg, hogyha hagyják dolgozni is, amennyire lehet. Az egyensúlyt nagyon-nagyon fontos megtalálni, mert akkor teljes és egész az ember, hogyha minden megvan, megvan a pálya, megvan a karrier, de ugyanakkor ott van mögötte a család, és jön a következő generáció, aki időbörög már, úgyhogy ez a fajta egyensúly nagyon fontos. Dolgozunk tovább Zolival, készülnek a dalok, jó néhány dalunk van már készülőben. Hadd ne áruljak el senkit még, de hamarosan egy-két hónapon belül jön majd a következő Van Éjem dal. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjük, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!